első fellépő vendégeink a Subrik, a hagyományőrző gyermekcsoport. Ők 2015-ben alakultak művészeti iskolás gyerekekből. A csoport célja a népi játékok, a néphagyományok felelevenítése, a néptánc elsajátítása. A Subrik alapítója és művészeti vezetője Vég Judit, hagyományoktató művésztanár. A most következő műsoruk címe Játékfűzés. Yeah.
Most következő fellépünk 2015-ben mesemondó versenyen első helyezést ért el, és a Nemzetközi Báb Fesztivál zsűri tagja volt. 2016-ban szintén első helyezett, 2017-ben tréfás mesemondó kategóriában és városi mesemondó versenyen szintén külön díjas lett. Mesemondása mellett oszlopos tagja a Night Returns zenekarnak, ahol énekel és csörgőn játszik. Fogadják szeretettel Bobály Vendelt! Nógrádi Gábor, hogyan neveljük szüleinket? Sajnos! A szülők nevelése nem annyira egyszerű, mint a kutyáké, a macskáké, vagy a csótányoké. 15-20 évig is eltarthat, amíg őseinkkel megértetjük, hogy nem ők nevelnek minket, hanem mi őket. Egy fókát például egy év alatt meg lehet tanítani arra, hogy labdát táncoltasson az orrán. De egy anya azonban évekig tartó könyörgéssel sem idomítható arra, hogy főzelékek helyett mindig rántott hús süssön új burgonyával. Ő az apa nevű élő lényel sem könnyebb a helyzet. Rossz szakásai, mi szerint naponta képes megkérdezni, hogy na mi volt az iskolában? A legrosszabb érdemjegyek és intők folyamatos szállításával sem lehet leszoktatni. Számtalan apró cselt és tudományosan kipróbált fogást sorolhatnám fel, amelyek többé-kevésbé sikert hozhatnak a szülők nevelésében. Erről majd egy külön könyvet írok egyszer. Most a sikeres módszerek közül csak egyet említek, melyel általában azonnali és biztos hatást váltatunk ki. Ez pedig az úgynevezett szeretlek technika. Nézzünk néhány példát. Első példa. Szülőanyánk óriási patáliát csap, mert nem mosogattunk el. Bár megígértük. Ilyenkor nedvedző szemekkel a szemébe nézünk, és tekintetünk sugarából az olvasható ki, hogy szeretlek, anyu. A hatás old biztos. Második példa. Megnevelt anyánk, némán levegő után kapkod, és elmosogat helyettünk. Harmadik példa. Apánk dühösen rángatja lefelé a nadrág szíját, mert egy osztályfőnök intőt kaptunk. De persze, nem mi voltunk a hibásak, az a hülye Csaba ütött vissza. De ezt úgysem magyarázhatnánk el az ősünknek. Sokkal jobb, ha mi ilyen a szemébe nézünk, és pillantásunk a súlya. Mielőtt agyon versz, tudnod kell, hogy szerettelek. Nevelési alanyunk szája ilyenkor tátva marad. Zavartan babrál a szíjjal, mint a csak vetkőzni kezdett volna. És egy órán belül felemeli a zseppénzünket. Negyedik példa. A szülők nevelése sok figyelmet és sok nagy figyelmet és sok munkát igényel. De megéri a befektetett energiát. A gondosan nevelt szülő kevesebbet kiabál, többet mosolyog, tovább él, és csak ritkán harap.